Az előző fordulóban a nyíregyháziak 54 pontos győzelmet arattak Kecskeméten, és a győzelem nélkül 4 vereséggel érkező Szolnok ellen is hasonló találkozóra lehetett számítani. Az első negyed végén már 11 ponttal vezetett a házigazda, amely a nagyszünetig újabb 10 pontot tett hozzá előnyéhez. Fordulás után sem változott a játék képe, folyamatosan nőtt a különbség a két csapat között, és végül 51 pontos NKS győzelemmel ért véget a mérkőzés. A Szolnok csak utánpótláskorú játékosokkal játszik, ami ugye azért a bajnokságban az meghatározza, hogy végül is milyen rutinnal vannak a csapatok a pályán. Az igazság, hogy erre lehetett számítani, tehát az előző mérkőzések alapján egyértelműen látszott, hogy nagyon sok pontot kap a Szolnok, és hogy eddig csak vereségük van, tehát erre lehetett számítani. És az, hogy most felkészülés vagy nem felkészülés, ez sajnos nem azért kezdtünk ilyen későn a bajnokságot, mert így szerettük volna, hanem egy nem volt sorsolás, utána pedig úgy alakultak a mérkőzéseink, hogy volt, aki kérte, hogy halasszuk el a mérkőzést, volt, amikor mi voltunk, akik éppen akkor szünnaposak voltak, és igazából nekünk se jó az, hogy ennyire eltúlott ez a bajnokság, mert elég hosszú felkészülés után voltunk. Hát ez a mérkőzés ilyenre sikerült, így legalább tudtunk minden játékosnak elég játék lehetőséget adni. A héten az U18-as válogatottal edzőtáborozó Dobó Lilla szerint a nagy különbségű győzelem ellenére is akadtak hibák csapata játékában. Szerintem jó volt, vannak kisebb hibák, amikre mindenféleképpen figyelnünk kell, ennek az eladott labdák meg a dobószázalék, de ha összeszedjük magunkat, ezzel sem lehet probléma. Nehéz volt átállni erre a játékstílusra, de szerintem egészen jól fel tudtam venni a kesztyűt, és a csapatot minél jobban megpróbáltam segíteni, amiben csak tudtam, akár lepattanózásban, akár pontokban, de ha csak játékszervezés jutott rám, és ez statisztikában nem is mutatott meg, az is öröm volt számomra. A vendégek az 51 pontos vereség ellenére sem voltak elkeseredve a mérkőzés után. Ahhoz képest, hogy nekünk csak 2 felnőtt korú játékosunk van, ők is csak 2004-es születésűek, szóval igazából még ők is nagyon fiatalok. Szerintem igyekeztünk, a lányok is oda tettek mindent, amit tudtunk, és szerintem magunkhoz képest jól teljesítettünk. A zöld csoport tabelláját a DVTK U23-as együttese vezeti 3 győzelemmel a szintén 100%-os Zsíros Akadémia kőbánya előtt. A 2 győzelemmel és 1 vereséggel álló nyíregyházi kosársuli vasárnap a DVTK otthonában lép pályára.